Sziasztok, Simon Tamás vagyok, a Mánia Fitness legújabb sorozatával jelentkezünk, melyben legújabb és első vendégeink a JazzKill Berkes Team. Üdvözöllek, Laci és Niki. Sziasztok, mi is üdvözöljük Sziasztok. A kedves nézőket. Örülök, hogy elhoztátok angyalaitokat is, szeretném, ha bemutatnád őket egyesével. Hát a fő angyal az én drága feleségem, Berkes Vasvári Nikolett, aztán itt ülnek még nagyon eredményes versenyzőink, Horváth Andi, Karina Gavrikova, aki mostanában a profi színpadokon azt lehet mondani, hogy remekelt ebben az évben és az elmúlt év végén, és itt van Marján Gyöngyi, bár ő most takarásban van egy picit, de azért csak észre lehet venni. Ő tavaly a Biotech-nek a bikini díjét nyerte meg, tehát ott volt a legeredményesebb, hogy is mondjam, induló vagy versenyző. Az igen, tehát akkor, ha jól értem, a Covid helyzet ellenére is azért folyamatosan hozzátok az eredményeket a gyönyörű lányokkal. Hát azért a Covid helyzet nem kedvezett semmilyen sportnak, de ugye egy picit hadd legyek rendőr, a 484/2020-as kormányrendelet után ugye csak a versenyzők edzhettek. És hát fontos kihangsúlyozni, hogy a mi sportegyesületünk, az a Magyar Testépítés Fitness Szakszövetség keretein belül működik, és ugye akik hozzánk járnak, azok le vannak igazolva hivatalosan versenyzőnek, tehát hivatalos versenyzői státuszukban, és ugye, ahogy mondtam, a 484/2020-as értelmében a versenyzők folytathatták az edzéseket, természetesen szigorú körülmények között, tehát nagyon oda kellett figyelni a higiéniára. A versenyek nagy része sajnos megállt, voltak online versenyeink, amiben szerintem a leginnovatívabbak mi voltunk, az első ilyen online versenyt itthon mi csináltuk meg. Aztán az IFBB-nek volt egy online Európa-bajnoksága, ahol nagyon-nagyon szép eredmények születtek. Kiemelném itt mindenképpen a Szalai Evelint, aki második lett fit modell kategóriába. Majd utána, amikor az online után megtartották a rendes Európa-bajnokságot, akkor ott is remekelt, és ott is második lett. Az igen. Tehát azért megtépázta ezt a fitness világot, én úgy gondolom a Covid, de szerencsére nekünk lehetőségünk nyílt arra, hogy a versenyzőkkel tudjunk készülni, és a versenyek sem fagytak be teljesen, csak kevesebb lett belőlük nyilván, és körülményesebb volt az utazás, illetve a rendezés. Még nem is mennék tovább, hanem rákérdeznék arra, hogy hogy is néz ki egy online verseny. Ezt pár évvel ezelőtt szerintem el tudtuk volna képzelni, hogy a fitness versenyeket akár online is meg lehet tartani. Nagyon nehéz, nagyon sokan támadták ezt a dolgot, hogy micsoda hülyeség online versenyt tartani, de én úgy gondolom, hogy pont ez az a sportág, ahol meg lehet, sőt, még korrekten is meg lehet, mert ez nem egy teljesítmény sportág. Tehát itt nem versenyt kell futni, vagy nem súlyt kell emelni, amiben esetleg lehetne csalni távolról a videóban, hanem van egy kép, amit kiraknak a képernyőre, egymás mellé rakják az embereket, és a bíróknak még könnyebb dolguk is volt, de ugye be kellett küldeni egy videóanyagot, ami meg volt előre adva, milyen ütemezés szerint, meg volt a hangsáv adva, hogy a negyedfordulatokat hogy csinálják meg, és tulajdonképpen egymás mellé rakták a versenyzőket. A bíróknak pedig bőven volt idejük, nem csak az a 10 perc, amik fölvonulnak, meg levonulnak, hanem nézegethették a laptopjukon, nyilvánvalóan nem olyan, mint élőbe, és ezek nem fogják felváltani a normál versenyeknek a varázsát, nem tudják visszaadni, de azt gondolom, hogy van létjogosultsága, mert nem kellett utazni, ugye kisebb volt a fertőzés veszély, és ugye a jövőben is elgondolkodtató, hogy az ember ilyen versenyeket időnként rendez, mert lényegesen olcsóbbak, hiszen nem kellett szállást fizetniük, nem kellett repülőjegyet fizetniük, tehát megvalósítható volt, nyilvánvalóan ez egy kényszerhelyzet volt. Értem. Ha jól tudom, toborzásokat is szoktatok csinálni, ugye amikor országosan meghirdetitek, vagy akár nemzetközileg meghirdetitek azt, hogy lehet hozzátok csatlakozni, és a ti felkészítésetek alatt lehet versenyezni. Ez az idén lezajlott már? Igen, természetesen, mint mondtam, ugye mi folytattuk a munkát, de csak leigazolt versenyzőkkel, illetve ugye később, amikor bejött az új kormányrendelet, csak olyanokkal, akiknek van védettségi kártyája, de valóban toboroztunk, és jelentkeztek is. Sajnos nem volt akkora arányú, mint a Covid helyzet előtt, ami szerintem természetes és persze, mindenki számára értető, azonban így is azért sokan csatlakoztak hozzánk, és sok eredményes versenyzőt találtunk így is, akik remekeltek a tavaszi szezonban. De ugye tudni kell, hogy nálunk a
a versenyzők felkészítését elsősorban a feleségem végzi, a Niki, és hát ő tudna erről talán egy kicsit bővebben beszélni. Niki, pont erre is akartam kitérni, hogy látom, mindannyian formában vagytok, tehát ez nekem azt sugallja, hogy valaki épp a színpadról lépett rá, és lehet akár a hétvégén már léptek is fel. Mi most a jelenlegi helyzet a felkészítések során? Hát most lesz ugye hétvégén egy versenyük a lányoknak, kivéve Karinának, mert ugye ő profiba versenyzik nemzetközi szinten. A két lány, Gyöngyi meg Andi meg most fog hétvégén színpadon állni a Just Lear Beach kupán, úgyhogy nekik lehet szurkolni a vasárnapi nap. Hogy kell elképzelnünk ezt a beach kupát? Mert azért az országban is ez egy elég új dolog, csak talán egy-két éve van, hogy már azért a nyár közepén a két tavasz és főszezon között, a tavasz és az őszi között, most már van azért egy nyári szezon is, úgy szólván egy beach szezon. Hogy néz ez ki? Hogy kell elképzelnünk? Igazából ugyanúgy, mint az összes többi versenyt. Itt is igazából pont ugyanúgy készülnek a lányok, fiúk. Kicsit kevesebb kategória van, vagy összevonják a magasság kategóriákat, de szinte teljesen ugyanúgy zajlik, csak kicsit melegebb van. Ugye ez ez Balatonon lesz, vagy most hol lesz? Igen, Siófokon. Siófokon. Akkor egy igazi beach hangulat, és akkor kint napközben lesz a színpadon ugye ez egész. Na, milyen jó hangulata lehet úgy igazából ennek, hogy a szép lányok ott, és ugye napsütés, nyár, Balaton. Hát igen, ugye most egy kétnapos rendezvény lesz, és annak a fő műsorra lesz igazából ez a... Értem. Mik az verseny. Őszi célok? Versenyt illetőleg, tehát az őszi szezonban. Csapatból valaki fog indulni? Hát szerintem szinte mindenki. A lányok Máltával fogják kezdeni a versenyzést, az augusztus végén lesz. Utána meg szerintem az ősz főverseny az Arnold Classic szeptemberben, amin már én is fogok versenyezni. Értem. Remélhetőleg, hogyha a Covid is úgy szeretne. Hát reméljük. Ugye most azért nagyon megint az előszele itt van, hogy nagy megszorítások jönnek. De reméljük, hogy az élsportolókat hagyják érvényesülni, akár felkészülés szinten, és akár az utazás szintjén is. Ti azért kiemelkedtek abba, hogy mint amit az előbb említettünk, hogy nálatok van toborzás, minőségi válogatás, és ugye onnantól kezdve egy szakmai felkészítés, és mi az, amiben még úgy érzed, hogy ti különbözőek vagytok? Tehát legyen az edzésmódszer, vagy csapatmentalitás, összetartás, együtt utaztok, vagy külön ott vagytok mindig a versenyzőkkel, vagy önállóan is tudnak ők ugye akár versenyezni, utazni, edzeni, vagy ti mindig összefújjátok a csapatot, és úgy mennek az edzések, versenyek. Hogy zajlik ez nálatok? Hogy képzeljük el? Bocsánat, átveszem a szót. Nem azt mondanám, hogy többek vagyunk, értem. Csak igazából azt hangsúlyoznám ki, hogy ugye mi mind a ketten én ugye versenyző voltam, a Niki versenyző, most is, és ezért van rálátásunk nyilván a felkészülésre és a felkészítésre. Az elképzeléseim a főleg a női versenyzők felkészítésével kapcsolatban teljesen mások, mint amit más csapatok csinálnak, tehát nagyon sok mindent másképp csinálunk, de én azt gondolom, hogy azért az elmúlt évek eredményei azt mutatják, hogy ezek a dolgok bejöttek. Tehát ha gondolunk egy Salamondiára, egy Kisvirágra, vagy akár ugye gondolhatunk a Karina Gavrikovára, aki idén ugye már két profi versenyt megnyert, és egy versenyen pedig a Jana Kuznicova után második lett, aki ugye a világbajnok jelenleg, most egy Arnold Classic győztes az Elite Pro-ba. Szóval nagyon-nagyon eredményesek a versenyzőink, úgyhogy ez a séma, amiben talán eltérünk egy kicsit a többiektől, az szerintem egy működőképes séma. Természetesen ahhoz, hogy valaki célba érjen, ahhoz több út létezik. Mi ezt az utat járjuk, és úgy gondolom, hogy ez az út bejött, és ez az út jó. Nem kell nagyon a szakmai titkokba belemenni. TikTokba. Igen, de itt edzésmódszerre, étkezésre gondoljak leginkább, amiben úgy érzed, hogy kicsit másképp csinálod és másképp menetelsz a lányokkal. Nem akarom lelőni a point nyilván, tehát titkokat nem akarok elárulni, de úgy nagy vonalakban
Tehát én ugye nem azt a felosztást használom, főleg a női vonalon, ugye tudod, biztosan, illetve tudják, akik nézik a műsort, hogy főleg lányok készülnek nálunk, a fiúk is, de a fő profil a lányok felkészítése, hogy ugye nem ez a megszokott Arnold könyvből ismert hétfőn mell, kedden vál hát, szerdán láb felosztás van, hanem a lányok edzésének a felosztása másképp folyik. Rengeteget változott a világ, és rengeteget változott a versenyzés az elmúlt 20 évben. Ugye amikor én aktívan versenyeztem, akkor még volt férfi meg női testépítés, és akkor kezdtek bejönni a body fitness, aztán a bikini, de hát arra mindenki azt mondta, hogy ez egy hülyeség. Na most ehhez képest például még egy ilyen nyári versenyen is, amiről beszéltünk, 17 kategória lesz. Tehát nagyon-nagyon differenciálódott a sport, és úgy gondolom, hogy éppen ezért a felkészítésnek is differenciálódni kell, és nem biztos, hogy például egy bikini fitnesses versenyzőnek kell, hogy legyen mellnapja, vagy kell, hogy legyen karnapja. Viszont vannak olyan dolgok, amik örökérvényűek és megkerülhetetlenek, ugye a diéta például. Tehát véleményem szerint én azon az állásponton vagyok, hogy igaz az a mondás, hogy az vagy, amit megeszel. Tehát, hogyha jó minőségű étrendet követsz, egy jó diétával, jó kajákkal készülsz, akkor jól is fogsz kinézni. Ha össze-vissza eszel mindent, akkor ez nem biztos, hogy így fog bekövetkezni. Nyilvánvalóan a felkészülésnek a fázisai azért nagyon hasonlítanak, ugye testépítésből hoztam, illetve Niki is onnan hozta ugye versenyzőként ezt a dolgot, de apróságokban szerintem azért újítottunk, és egy picit többet tudtunk adni. Alkalmazkodni tudtunk azokhoz a változásokhoz, amik a fitness világban zajlanak, és sajnos egy pár ember mellett elmegy az idő, mi igyekszünk mindig napra készek lenni, és követni az eseményeket. A versenyeken nálatok a női kategóriák, azok hogy vannak felosztva? Tehát a nagy vonalakban kérdezem, ugye nem most centig alapján vagy korosztály alapján, hanem hogy van az IFBB-nél jelenleg a női kategóriák? Tehát ugye van gondolom a modell kategória, utána mondjuk a sportmodell és a fizik, ugye most már nagyon sok szövetség van. Nálatok hogy van most ez felosztva? Milyen néven vannak a kategóriák? Hát van egy teljesen új kategória az IFBB-ben, a fit modell kategória, ahol talán emlékszel rá, hogy még annak idején a gyakorlatos fitnessben is ugye volt a esti ruhás, egész fürdőruhás forduló, és ugye a gyakorlat, illetve még body fitnessben is úgy kezdődött, hogy egész fürdőruhába mentek fel a lányok. Igen. Na ezt az időt hozza vissza a fit modell, ahol a lányok tulajdonképpen egész fürdőruhába mennek föl, nem bikinibe. Értem. És azért, mert talán a modern világ ezt megköveteli, és a modern világ elvárásait követjük, megyünk egy kicsit a fashion irányába. Van egy show része is az egésznek, ugye akik döntőbe jutottak, azok egy esti ruhába vonulnak fel. Mondhatnák el, hogy micsoda hülyeség, mert nem lehet látni, de hát nyilvánvalóan ezek a ruhák úgy vannak kialakítva, hogy lehet látni a body, és hát a bírók nem hülyék, nyilván látták már az előző körben, így hogy ki van, hogy néz ki, tehát ez azért mindenképpen meghatározó. Talán ez a leglájtosabb kategória. És mi a következő? A következő talán a bikini fitness, igen, ahol azért már izmosabbak a lányok, és hogyha mondjuk azért megnézzük a Karinát, aki mondjuk egy profi versenyző, vagy megnézzük az Andit, aki szintén már nyert ugye Horvátországba és abszolútba amatőr versenyt, azért nem lehet azt mondani, hogy nem izmosak, de én nem nevezném őket férfiasnak. Aztán ugye van a body fitness kategória, amiben Niki nagyon sokáig versenyzett, ugye ott volt profi is, de az a véleményem, hogy ez nagyon rossz irányba halad. Tehát mi például az IFBB-nél az a fő törekvés, hogy nőiesítsük, igen, egy kicsit lájtosítsuk vissza, főleg a női kategóriákat. Ki is vették a női testépítést, igen, teljesen, az igaz? Igen, az IFBB volt az, akik azt mondták, hogy nem tudjuk megreformálni a testépítést, és ezt tulajdonképpen én is láttam nemzetközi bíróként a konferenciákon számtalan, szóval még én is felszólaltam, hogy ne legyenek férfiasak, de nem sikerült dülőre vinni a dolgot, és egyszerűen kidobták, és ugye maradt a Women's Physique, majd beszélek arról is, de haladjunk most akkor sorba, ugye van a fit modell, van a bikini, és ugye van a body fitness kategória, azonban úgy érezzük, hogy ez is egy kicsit már túl izmos, és túlságosan hardcore. Uh-huh. Igen. És hát ugye van egy dolog, amit így akár ebben a videóban is bejelenthetnénk, bár a Facebookon már kiraktuk. Ugye Nikit meghívták most az Arnoldra, de váltottunk egy kategóriát, és nem body fitnessbe fog tovább versenyezni, hanem wellnessbe.
wellnessbe, az egy picit lágyabb vonal, nem? Igen. Tehát nincs olyan szárazság, viszont az a kerekség, az a teltizomzat azért ugyanoda oda is kell, ha jól tudom, nem? Hát igen, meg ott ugye a fenék comb, az kapja a fókuszt. És az nekem mindig volt. Mm-hmm. Csak kicsit át kell formálni még. Ezt különben eleve terveztétek, hogy kicsit visszább vennél ebből a nagyon száraz fizikumú versenyzésből, vagy ez most egy az Arnold meghívásnak köszönhetően egy stratégiai lépés, egy új kipróbálása? Hát többször beszélgettünk már Lacival arról, hogy nem biztos, hogy el kellene menni tovább abba a hardcore irányba, mert az már nem biztos, hogy megérni, meg szeretném megtartani a nőiességemet. Értem. És akkor ugye bevezették ezt a wellness kategóriát, és akkor így gondolkodtunk, jött a Covid, ami miatt ugye amúgy is ki kellett hagynom, mert 6 versenyem ugye alapból eltörölték, és akkor ez így kapóra jött, akkor próbáljuk meg. Ott a pózok is, meg a színpadi mozgás is más, igaz? Tehát igen, abban is igen. Azért át kell kicsit alakulnod, igen. Gondolom. Hát ott a pózok igazából ugyanazok, mint bikinibe, csak kicsit izmosabbak a lányok. Értem. Hát sok sikert kívánok ehhez, és remélem megvalósul a Covid ellenére is. Köszönjük szépen. Ugye ez lenne a következő kategória, csak kellett ehhez az a felvezetés, ugye a wellness, ami hasonlít nagyon a body fitnessre, de egy kevésbé izmos felsőtestet kíván meg, és egy nőiesebb alsótestet, komolyabb farizmot, erősebb combokat, amit például a body fitnessben annyira nem preferálnak. Ugye vékonyabbnak, szárazabbnak kell lenni. Szóval ez egy igazán nőies kategória, ami Dél-Amerikából jött, ugye az IFBB-ben a Dél-Amerikai Szövetség találta ki, és ők rendeztek először ilyen versenyt. Emlékszem még, amikor mellettem ült talán 2015 körül a brazil főbíró, az Arnold Classicon, pontoztunk egymás mellett és beszélgettünk, és akkor mondta, hogy szeretnék ezt a kategóriát nemzetközivé tenni, és hát azóta már eljutottunk ide, hogy valóban egy nemzetközi, és egyre népszerűbb kategória lesz a nőiessége miatt, mert sokkal nőiesebb, mint bármelyik, de izmosabbak, mint egy bikini is, de mégis megtartják a nőiességüket. És ugye a következő kategória izmosságban, az pedig már a women's physique, aminek sajnos azt látom, hogy azért eléggé csökken a népszerűsége, mert a hölgyek is alkalmazkodnak ehhez a lágyuláshoz. Ez vett át tulajdonképpen az IFBB-nél, ami ugye a leginnovatívabb volt ebben a lágyításban, a női testépítésnek a helyét. A pózok egy kicsit mások, és ugye a lényeg az volt, hogy a nőiesség legyen az elsődleges. Tehát, ha valaki izmosabb, akkor nem biztos, hogy ő a jobb versenyző, ha a másik nőiesebb, de ugyanúgy megvan egy nagyon jó struktúrája. Magyarul nem az izom tömeg lett a meghatározó, hanem itt is bejött az a vonal, hogy a nőiességet, a nőnek maradást, azt mindenképpen preferáljuk, hiszen sajnos ugye a 80-as években ugye a női feminista mozgalmakkal párhuzamosan, ugye női testépítés is, én azt hiszem, hogy egy picit elférfiasodott. És fontos volt az, hogy lépjenek vissza. A szponzorok is ezt kívánták, és szerintem az egész sport, az egész fitness világ népszerűségének nem tett jót. Mi is a felkészítés során ezt a vonalat követjük, tehát a nőies lágyvonalat, és azt ugye tudni kell, hogy az IFBB-ben azért rendszeresen ugye dopping ellenőrzés is van magyar bajnokságon, tehát az amatőr, hivatalos amatőr versenyeinken megjelenik mindig a WADA, a magyar kupán is, és a magyar bajnokságon is beköszönnek, és bizony elvisznek mindenkit mintavételre, mint ahogy most ugye az Andit is elvitték, Karinát is szerették mindig elvinni. Én is emlékszem, amikor az IFBB szövetségnél versenyeztem, ugye az aktív junior éveimet végig, ugye minden egyes magyar bajnokságon volt nálam is dopingvizsgálat, és kint a világbajnokságon is. Igen. Tízmas voltam, kiszemeltek meg. Igen. Sőt, volt olyan világbajnokságom, ahol ugye húzni kellett ki a pingponglabdákat a zsákból. Igen. És igazából senki nem húzta ki a megjelölt sárgát, de azt mondták, hogy magyar Simon Tamás, gyere. És mentem. Tehát úgy voltam vele, hogy így jártam. És ez azért volt, mert mondták, hogy hivatalosan mindenképp azért minimum egy embert szűrni kell, ezzel is ilyen mutatni azt a példát, hogy igenis ellenőrző sportról beszélünk. Elnézést, hogy átveszem tőled a szót, ugye ennek úgy kellene kinézni, hogy 3 sárga és 3 fehér labda van, és a top 6-nak kell húznia. Ahogy lejönnek a színpadról, rögtön jön a vadának a megbízott embere, és akkor ugye 3 fehér labda azok mehetnek, szépen öltözhetnek.
mehetnek vissza pihenni a szállodába, a három sárga labdát húzott ember pedig megy dopingtesztre, és hát mintát kell produkálniuk, és most már nem csak vizelet, hanem vérvétel is van. Az igen. Hát lányok, sok sikert kívánok nektek erre a szezonra. És ha jól tudom, ti a Gym City-be székhelyeltek és edzetek, igaz? Úgy van, igen, igen, a 13. kerületben, egy elég jól elérhető helyen, nem messze a Duna Plázától, ott van a Gym City Office nevű edzőterem, és ott tartjuk az edzéseket, és szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne készülni, szeretne eredményes lenni, szeretné azt az utat bejárni, amit ugye a lányok is, régebbi versenyzőink már bejártak. Azt hiszem, hogy egy elég régi csapat vagyunk már, úgyhogy egy bejáratott útra fognak mindenképpen lépni, hogyha velünk szeretnének dolgozni. És köszönöm szépen a riportot, köszönöm a meghívást, és hogy itt lehettünk. Köszönjük, hogy eljöttetek, viszont még egy kis meglepetéssel szeretnénk szolgálni nektek, és ezzel a nagyszerű csapatot szeretnénk felkérni arra, hogyha már itt vagytok nálunk, akkor próbáljátok ki a legújabb Panatta gépeket. És azért is örülünk, hogy pont ti vagytok itt, és erre megkérhetünk titeket, mert kitűnő farizom és comb erősítő gépekről van szó javarészt, amit a lányok nagyon szépen tudnak majd szemléltetni. Kicsit és... azért reménykedtem, hogy nem az én farizomat akarom. A lányok ügyesebbek lesznek ebben. Így van, úgyhogy akkor lányok, váljunk is bele, és szeretnélek meginvitálni titeket erre a próbára. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy eljöttetek. Kedves lányok, ezután a nagyszerű gépteszt után szeretném megkérdezni, kinek melyik volt a kedvence. Karina, which is your favorite machine? Actually, I loved all the machines, but I think one that really stand out is the squat machine. I could really feel all my muscles, and what was really interesting for me that it was very comfortable and there was no pressure on the back. So for me it was fantastic. Thank you. Gyöngyi, neked melyik volt a kedvenced? Csatlakoznék Karinához, tényleg az összegép nagyon-nagyon jó volt, nagyon élveztük. Volt nagyon sok újdonság, ami nekem kiemelkedő volt, ez a függőleges lábtudom, mert kifejezetten fókuszált éreztem azt, hogy a hajlítom és a farizmom tök jól dolgozott, úgyhogy nekem az volt a top. Meg is értelek, nekem is az egyik kedvenc gépen, most pláne, hogy a derekammal bajlódok. Andi, neked melyik volt a kedvenced? Mindenik nagyon tetszett, tényleg nagyon élveztem a gépek kipróbálását, de ami különleges volt számomra, ez a comb távolító gép. Ugyanis nem ülve végeztük a gyakorlatot, hanem álló helyzetben, és sokkal jobban éreztem az izomzatomnak a munkáját. Na, örülök, hogy ilyen élményekkel bővültetek. Niki, neked melyik volt a kedvenced? Hát én azokat a gépeket szeretem többnyire, amikre jó sok súlyt lehet pakolni. És... Nem csodálom. És, de most elsődlegesen nekem nagyon tetszett a, hát igazából öves guggolónak hívjuk. Igazából szumós guggolásra és két oldalra lehetett jó sok súlyt pakolni. Kézzel tarthattam magam, nem a kezembe kellett tartani a súlyt, úgyhogy nekem azt tetszett. Nagyon Laci, szerinted te, mint szakmai vezető, a lányok jól szerepeltek a teszten? Én ugye nem végeztem popsi gyakorlatokat. Nagyon ritkán edzem külön a popsimat. Általában inkább a nagyobb izomcsoportokra koncentrálok. De szakértő szemmel úgy láttam, hogy viszont ezek a
fontos területek, ugye főleg a női edzés során, mert tehát ugye egy verseny általában mikor szokott eldönni egy női verseny, Tomi? Hát amikor megfordulnak. Mikor megfordulnak, igen. Szóval ezek a gépek nagyban elősegítik szerintem az edzőknek a munkáját, és igen, az jó dolog, ha egy teremben ilyen professzionális jó gépek vannak. Szerintem a mai helyzetben, amikor ilyen kiélezett harc van már a színpadon, akkor fontos, hogy a versenyzőink a legjobb gépekkel tudjanak készülni. Köszönjük szépen ezt a szakmai véleményt és ezt a tesztet, hogy itt voltatok velünk. Mi köszönjük. Mi köszönjük.